leszek a én rokonjaim. A II. Világháború után Kamocsáról kitelepített elődeit mutatja a fotókon Gál László. Ebből a felvidéki faluból 195 magyar embernek kellett elhagyni a szülőföldjét, majd távol az otthontól, rokonoktól, az anyaországi Somogy és Baranya megyében új életet kezdeni. Csupán annyi volt a bűnük, hogy magyarok voltak, és magyarságukat nem tagadták meg soha. Én nagyon sok nyarat töltöttem Baranyába, a rokonoknál. De jobban fájt ő nekik az, hogy ezt erről meséljenek. Valahogyan ez olyan, nem is, hogy tabunak számított, de annyira fájó pont volt az ő életükben, hogy nem szívesen beszéltek. A kitelepítések 70. évfordulójáról valamennyi felvidéki településen megemlékeznek. Gál László többek között ezzel a kiállítással tiszteleg az egykori kamocsaiak előtt. Próbáltam azért összeszedni azt a dolgokat, amit még ők ránk hagytak, vagy amiről aztán még beszéltek, hogy ezt egy ilyen füzet formájába ki tudjam adni, hogy az utókornak is, vagy leírtam a Kamocsa történetét, hogy a gyökerek is honnan valók volt, vagy honnan is származtak tulajdonképpen az ősök. Nekünk ez a fontos talán, hogy legyen aki, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Itt a család, ezt küldtük. A kerek évforduló alkalmából a kitelepítettek leszármazottai is eljöttek az anyaországból. Nekem a dédpapámat telepítették át, vagy... Igen. Egy szál magába, és én nagyon sokat hallottam, mert én akkor születtem, amikor őt kivitték. És én nagyon sokat hallottam az anyukámtól, mert hát őt nagyon megviselte ez, hogy egy szál magába egy idős embert, elszakítva a legközelebbi családjától, és hát egy idegen helyre. Úgyhogy, és nem is bírta sokáig, tehát biztos, hogy lelki okok is közrejátszottak ahhoz, hogy 1950-ben első halottként meghalt Vémén. Az előbb említett idős bácsi is ebben az ősök által épített templomban imádkozott valamikor. Most a kitelepítettek gyermekei, unokái és jelenlegi kamocsaiak töltik meg a templomot. A hálaadó istentisztelet és ünnepi megemlékezés mindazokért szól, akik ebben a mátyusföldi kisfaluban látták meg a napvilágot, de a szlovák kommunista diktatúra erőszakkal eltépte gyökereiket. Ne feledd soha, hogy hol születtél, szülőd testvér, akit eltemettél, kis falu, hol bölcsödet ringattál, esténként kis kezed, imád a kulcsot. A 70 évvel ezelőtti tragédia elszenvedőinek többsége ma már nincs közöttünk. Az akkori gyerekek is már a nagyszülők, dédszülők lettek. A felvidéki magyarokat ért meghurcoltatás emlékét a fiatal generációnak kell megőriznie. A korombelieket is mindig próbálom ösztönözni, és próbálom velük tudattatni, hogy bizonyos, igenis ez fontos esemény, és minél többen képviselhetjük magunkat, a falut és múltbeli rokonainkat, annál nagyobb tisztelettel, annál nagyobb örömmel, és annál nagyobb hűséggel tudunk itt állni mindenki előtt, tanúsítva, hogy igenis ez egy fontos esemény volt, megemlékezünk róla, és fontos részének tartjuk múltunknak. A kamocsai temető bejáratánál mostantól egy emlékmű áll azok tiszteletére, akik szülőfalujuktól távol, messzi temetőkben pihennek. Ha ők már nem is, de a gyerekek, unokák hazajárnak Kamocsára. Mi többször jöttünk már, igen, olyan jó érzés. Hát itt vannak még a unokatestvérek, és így jó érzés visszajönni. A kitelepítettek idegen helyen sokszor szinte a semmiből kezdték újra az életüket, de talpra álltak és a megmaradást választották. Ezt az üzenetet kell meghallani a késői utódoknak. A fiatalok a nemzethez tartozzanak, és ne hagyják magukat bármilyen módon is mellékvágányra terelni. Ne engedjék azt, hogy ne magyar iskolába járjanak. Ha már a magyar részről kapunk támogatást, szeretetet, akkor mi is viszonozzuk, és hát valójában próbáljunk meg magyarként felvidéken megmaradni. A múltról való megemlékezés tisztelgés az ősök előtt, és fontos kapaszkodó a felvidéki magyarok most felnövő nemzedékének, hogy elődeik bátorságából és kitartásából erőt merítsenek. Színes papírsárkányokat is készítettek a kisgyermekek a Topolyai Tájházban Szent György napján. Ha velünk maradnak, megtudhatják miért.